A Kertész László Városi Könyvtárban december 2-án Ballas Sándor Attila Ráadás című kötetét mutatták be. A most már 4 kötetes szerzővel Gyulai Sándor, a Bocskai István gimnázium igazgatója és Papfür János költő beszélgetett, valamint a könyvből idézeteket Bakó Ildikó könyvtáros olvasott fel. A könyvbemutatóhoz kapcsolódva nyitották meg Ballas Sándor Attila fekete-fehér fotókiállítását, mely december 31-ig tekinthető meg a könyvtárban. Igen régen kezdtem el írni. Először is, hát már gimnazista koromban azokat a történetkéket, amit baráti kör mesélt, és amit át is mentettem, mert ebbe a könyvbe is van, leírtam. Nem lopás, egy csomó anekdótát megőriztem, voltak éppen azok ma már nem lennének, például ilyenek a kesely anekdóták, ahol már szerintem a család sincs meg. Aztán ugye folyamatosan muszáj volt, mert hát pár szakdolgozatot meg kellett írjak, újságba is szoktam írni, aztán ugye a görögkatolikus újságba természetesen az már nélkülem nem működik. És úgy általában 2 évenként csinálok egy könyvet, amelyben benne vannak azok a dolgok, amelyek megjelentek valamely újságba. Visszaemelek a régi dolgokról, amik talán egy kicsit megérdemlik, nem mindet, mert azért vannak szerintem olyan csapnivalók, hogy az nem igaz. Meg hát annak idején azért én a Kertész László irodalmi szakkörében is benne voltam, tehát volt kitől tanulnom. Hogyan ír, könnyen vagy nehezen? Írni már könnyen. Csak amíg hozzáfogok, az a hosszú idő, mert akár egy elbeszélést, azt megírok egy nap alatt, vagy egy fél nap alatt, de még hozzá készülök, mert a fejembe összeállítom, és utána már könnyű leírni. Mindig az új könyvnél fogok egy újabb füzetet, ez egy olyan 200 lapos füzet, és azt addig, míg tele nem írom, addig nincs gond, utána pedig mehetek a kiadóhoz. A kötetei sorában milyen helyet kap a Ráadás? Hát szerintem az előzőhöz nagyon hasonló. Voltak éppen, azt mondta egyszer Ricó Julika, hogy ha nem lenne ráíró a könyvemre, hogy ki írt, akkor is tudná. Ennek örülök, mert ez azt jelenti, hogy már van stílusom. Tehát azt nem mondtam, hogy jó is, tehát ezt mindenki minősítse majd, aki elolvassa a könyvet. De minden esetre, hát ez sem jobb, ez sem rosszabb talán. Nekem minden esetre szívem csücske, mert hát én írtam, és emlékeket őrzök benne. Különösen azok az emlékek, amelyek volt kollégáimról, igazgatóimról, vagy akár édesapámról szólnak. Melyik olvasóközönségnek szánja ezt a kötetet? Elvileg mindenkinek, mert mesék is vannak benne. Mostanában úgy látszik, hogy ahogy öregszem, szeretek mesélni. Már az előző könyvben is volt mese, ebbe több van. Úgyhogy a gyerekeknek, aztán főleg azoknak, akik ismernek engem, vagy szeretik ezt a várost, mert azért Böszörményről szól elsősorban. Itt most egy fotókiállítása is nyílik feketén-fehéren. Ez direkt van így, hogy az irodalom és a fotó találkoznak, két művészeti ág? Igen, mert egyrészt a könyvet most már ugye saját képeimmel illusztrálom. Az egyik könyvet annak idején Szilágyi Imre volt kedves illusztrálni. Az előző könyvet a gimnázium tanulói, a Pálffy Gyula segítségével. Mondom, legyen már erről emlék. Alapjában véve én fotóztam annak idején a művésztelepnek, a városnak, Szabó Miklóssal, hát nagyon rendes ember volt, ezt így utólag is, de mindenki tudja. Volt egy városi szakkörünk, és akkor volt egy vándor kiállítás, ahol a szakköri tagok zsűrizett képei vettek részt. Ebbe a kiállításba abból még van 2, tehát átmentve. Utána a gimnáziumban volt, és erre nagyon büszke vagyok, egy kiállítás sorozat Alkotó tanárok címmel. Ebbe Gajdán Zsuzsa, Huszti Árpád és én voltunk benne. Aki végignézi a fotókiállítást, mivel találkozhat, mit hozott el ide a könyvtárba? Hát a régi Böszörményt elsősorban, aztán pár hangulatot, ami egyrészt tájkép, másrészt pedig van benne egy olyan kép, aminek a címe Sors, az egy, hát egy beteg embert ábrázol valahol Pesten a metró aluljáróban, egy mankó és egy üres üveg van mellette, illetve alatta. Szóval így az emberi sorsokra mindig is figyeltem, és hát azt hiszem, hogy itt nem csak a képanyag, hanem a mögöttes dolog, a gondolat az, ami lényeges.
Ez a harmadik kiállításom. Alapjában véve nem valószínű, hogy több lesz, de én úgy gondoltam, hogy ezt a végén ajándékba adom a könyvtárnak, vagy a múzeumnak, amelyik elviszi, hiszen azért vannak benne megőrzendő dolgok. Ez a második ráadás? Ez a második ráadás a képek, igen. Ugye már van 4 kötet, van 3 címmel, van a ráadás, itt van a kiállítás, jön-e az 5. Hát szívem szerint azt mondanám, hogy nem akarok én már könyvet kiadni, de ahogy még meg sem jelent ez, már vettem egy füzetet, mint említettem, és ráírtam azt, hogy 5. Igen ám, de a következő könyvemnek külön van írva 5. Úgyhogy megvan a következő könyvem címe, és már van egy pár írás benne, azért is, mert ez 2 év múlva körülbelül, ahogy 2 évenként esedékes egy-egy könyv, amikor a gimnázium 400. évfordulóját ünnepeljük, és a gimnáziumról írok pár fejezetet. Én azt hiszem, hogy a gimnázium szeretete, megbecsülése benne van. Én nekem ez volt nem az egyetlen, de a legjobb munkahelyem. Itt voltam diák, tehát én legalább 60 évre visszaemlékszem.